Köszöntöm kedves nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban Vasvári Csabát, a Szentendrei Teátrum igazgatóját. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hát még egy pár napig igazgató. Igen, én köszönöm, hogy itt lehetek. Ugye 2016-ban kaptad a felkérést, a megbízást, azóta vagy a Szentendrei Teátrum élén, ez most fog véget érni, most fogod átadni a helyed. Arra lennék kíváncsi, hogy annak idején, amikor ezt a felkérést kaptad, akkor milyen tervekkel indultál, és ebből mit sikerült megvalósítani? Aj, fú, de régen volt. Igen, 2016 elég régen volt. Azóta sok minden történt, és sok víz folyt le a Dunán, még ha a Duna vízállása néha alacsony is volt. Én azért azt gondolom, hogy elég sok mindent sikerült megvalósítani azokból a tervekből, amiket a pályázatomban annak idején összeszedtem. Tulajdonképpen három pilléren épült a pályázatom, a Szentendrén létrejövő bemutatók, a szentendreiek megszólítása, az együttműködői partnerhálózatnak a bővítése és a kulturális turizmusnak a felpesdítése. És én azt gondolom, hogy mind a három területen elég szép eredményeket sikerült elérnem, tulajdonképpen elérnem munkatársaimmal együtt és alkotótársaimmal együtt elérnünk ez alatt az immáron 5 év alatt. Ugye ebbe az 5 évben nagyon sok minden belefért. A Szentendrei Teátrum 50 éves volt a vezetésed alatt. Az is azt gondolom, hogy egy kihívás, hogy méltóképpen meg lehessen ünnepelni. Ti hogyan készültetek? Mert hogy kutató munka is volt, új honlap is létesült. Ez mennyire volt nagy falat? Hát ez elég nagy falat volt, tulajdonképpen ez egy egyedülálló színház történeti kutatás, amit mi csináltunk. Tudomásom szerint az országban biztos, hogy nincsen, de nekem a tágabb látókörömben sincs nagyon olyan színház, aki saját erőből, saját hatáskörén belül ilyen mélységig, ilyen részletességig megkutatta volna a saját múltját. Ugye 2017-ben indult a kutatási projekt Timár András színháztörténésznek a szakmai vezetésével, és hát a hazai színháztörténet és kultúrtörténet nagyjainak a jeles részvételével. 20 nagy tanulmány íródott, 12 előadás elemzés, 12 interjú, nagy interjú szentendreiekkel, alkotókkal, színház alapítókkal, volt vezetőkkel. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon szép projekt volt, még nincs vége, hiszen idén nyáron jövünk majd ki a tanulmánykötettel. És a szentendreiek sok-sok segítségével, hiszen rengeteg adományozótól kaptunk olyan tárgyi emlékeket, olyan információkat, amelyek korábban nem álltak rendelkezésünkre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Szentendre is összefogott, a szakma is összefogott, és szerintem ez egy nagyon-nagyon különleges dolog. Én azt gondolom, hogy a szentendrei identitásképzésben nagyon komoly szerepe van a teátrumnak. Tulajdonképpen Szentendre egyik legbejáratottabb brendje a Szentendrei Teátrum, immáron 52 éves. Nagyon sokan a színházhoz való viszonyokon keresztül fogalmazzák meg a városhoz való viszonyukat, és a városhatárokon kívülről a színházon keresztül mutat meg sok mindent magáról Szentendre. Úgyhogy szerintem ez egy fontos téma volt, hogy ezt megkutattuk. És én bízom benne, hogy ez a szentendreiek önbecsüléséhez és a saját magukról alkotott képhez is sokat fog majd hozzáadni az a tanulmánykötet, és remélhetőleg a honlapra tóduló egyre több látogató. Gyermekelőadások, felnőtt előadások, bemutatók, ősbemutatók, volt itt minden, azt gondolom a palettán. Mit gondolsz, mennyire sikerült közel vinned, vagy vinnetek a munkatársaiddal a szentendreiekhez, akár az újfajta látásmódot? Mindenképpen igyekeztünk arra, hogy itt ne konzervelőadások legyenek fölmelegítve, tehát ne vendégelőadásokkal zsúfoljuk, tehát sajnos voltak a korábbi évadokban olyan szezonok, amikor keresni kellett a saját bemutatókat az archívumokban, és inkább a vendégelőadások sorjáztak. Természetesen vendégelőadások is voltak ezzel az 5 év alatt szép számmal,
de azért elsősorban arra figyeltünk, hogy olyan produkciókkal örvendeztessük meg a Szentendrei Színház szeretőket és a Szentendrére tóduló egyéb helyen élő színház szeretőket, amely produkciók itt Szentendrén jöttek létre, itt mutatkoznak meg először, itt csattan el a premier, a szakmai érdeklődés, és természetesen a bemutató körüli izgalom. Minden évadban, nem, statisztikában nagyon rossz vagyok, nagyon rossz vagyok számokban, de azt tudom, hogy 2015-ben a színpadi bemutatók száma egy volt pár felolvasó színházi bemutatóval megspékelve, 2016-ban a színpadi bemutatók száma megduplázódott, 17-ben 2 helyett 4 lett, újra megduplázódott, 18-ban 4 helyett 8 lett, és azóta tulajdonképpen ezt a sávot sikerült tartanunk. És még a tavalyi nagyon ínséges esztendőben is a felolvasó színházi bemutatókkal és a koprodukciós bemutatókkal együtt, ha jól emlékszem, 10 fölötti bemutatót, talán 12 bemutatót abszolváltunk. Úgyhogy ez volt az egyik fontos szempont, hogy a szentendreieknek hozzunk újdonságot. A gyerekteátrunk terén én azt gondolom, hogy voltak még adósságaink, voltak olyan terveink, amikor a hagyományos DMH udvaron megtartott egyébként nagyon népszerű gyerekteátrumi előadásokat szerettük volna kibővíteni, inkább a családi színház felé elvinni azt a komplexebb élményt, hogy ne csak a gyermekeknek, hanem a velük jövő felnőtteknek is egyszerre nyújtson egyfajta komplex színházi élményt a bemutató. Ez egy évben sikerült, ugye 3 évvel ezelőtt a Varga Bence által rendezett Kígyóasszony című, egyik elképesztően izgalmas zenés bemutatónkkal. Voltak tervek további olyan gyerekteátrumi előadásokkal, amelyek itt Szentendrén születnek, és komplexebb élményt adnak. Én azt gondolom, hogy a gyerekteátrumi előadások is nagyon jól sikerültek az utóbbi években, és az elmaradt tervek megvalósítása meg majd az utánam jövők feladata lesz, azt gondolom. Szakmailag is azt gondolom, hogy fontos lett Szentendre, a Szentendrei Teátrum. Fontos a művészeknek, hogyha most nem a nézők szemszögéből nézzük, hanem a színészek, az alkotók szemszögéből, fontos itt Szentendrén megjelenni. Felkaroltatok fiatalokat is, fiatal művészeket, most induló művészeket. Ez mennyire volt tudatos? Ez nagyon tudatos volt. Ugye amikor 2017-ben elkezdtük a színház történeti kutatást, már az elő tanulmányok során, ugye azt láttuk, hogy a Szentendrei Teátrumnak a legizgalmasabb, szakmailag legkomolyabb nyomot hagyó korszakai, azok mindig arról voltak ismeretesek, hogy erősen felülreprezentáltak voltak a Színház és Művészeti Egyetem, vagy korábban főiskola hallgatói, mind színész, mind rendező oldalról, illetve a fiatal iskolateremtő alkotóknak a jelenléte. Ezért kezdtük el 2017-ben a friss programot. Friss program, miközben a hagyományokhoz nyúlik vissza. Igen, de abban mégis abból a szempontból mégis friss, hogy annak idején, amikor Zsámbéki Gábor ötletére, Békés András bábáskodásával tulajdonképpen 69-ben létrejött a teátrum, akkor is a kezdeti gondolatokban nagyon erősen ott szerepelt az, hogy ez a főiskolásoknak legyen megmutatkozási lehetőség. Minden rendező figyelt arra a jobb korszakokban, hogy fiatal alkotókat, fiatal színészeket, minden igazgató figyelt arra, hogy fiatal rendezőket hívjon, vonjon be a produkciókba. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy ez a záloga annak a fajta izgalmas sikernek, annak a fajta izgalmas tartalomnak, ami képes megszólítani a szentendreieket. Mivel Szentendrén ehhez a sávhoz szokott hozzá a törzs közönség, jóval magasabb volt az elvárás szint, mint egy, ha van ilyen, nem szeretem ezt a szót, hogy átlagos nyári színházban, de azért a nyári színházakról juthat eszünkbe első körben az, hogy az valami könnyed, habos-babos nyáresti. Egy kis limonádé mellett. Kis szórakozás. És ez itt soha nem működött, és nem erre mutatkozott vételi szándék, hál' Istennek a szentendreiek részéről. Tehát az, hogy ezeket az igényeket kielégítsük, ehhez izgalmas, fiatal, másképp gondolkodó, meglepetést okozni képes alkotókat és színészeket kellett ide csábítani.
És én azt gondolom, hogy ez a 2017 óta szépen sikerült, és ahogy elnézem az idei évad terveit, azt gondolom, hogy az utódodnak, Lőrinci Györgynek is ez az egyik fő vágya és a fő csapás iránya továbbiakban is remélhetőleg. Arra lennék kíváncsi, hogy te hogy élted meg ezt az 5 évet? Neked mit adott a Szentendrei Teátrum, maga a város, maga az igazgatás? Hú, hát ez egy nagyon sokrétű 5 év volt. Mindenféle volt benne. Nagyon nagy sikerek, nagyon, nagyon komoly érzelmi hullámhegyek. Természetesen a hullámhegyekhez mindig tartoznak hullámvölgyek is. Ilyenek is voltak. De azért összességében véve, még ha az utóbbi pár év egy kicsit nehezebben is bonyolódott, hogy is mondjam, csak a háttértörténetek szintjén, és szervezetirányítási szempontból, de én azt gondolom, hogy az, amit a nézők kaptak, akár a tavalyi évadban is, az azt gondolom, hogy egy nagyon szép évad volt, még a tavalyi nehézségek ellenére is, és itt nem csak a Covid adta nehézségekre gondolok, tehát az egy nagyon szép évad volt, és én meg hajlamos vagyok csak a szépre emlékezni. Úgyhogy nekem az egy nagyon nagy élmény volt. Ugye színészként nagyon sok helyen megfordultam már, színházvezetőként is, nem ez az első hely, ahol színházat vezetek, és az nagyon nagy élmény volt, hogy Szentendrén tényleg értő közönség látogatta az előadásokat. Nagyon-nagyon, számomra nagyon imponálóan magas volt az igényszint, az elváráshorizont. És olyan különleges zsánerű, nagyon eltérő zsánerű előadásokat, egészen az alternatív szcénába hajló előadásokat is nagyon nagy kedvel látogattak a szentendreiek, amik talán más szabadtéri színházi környezetben nem biztos, hogy ilyen sikerrel éltek volna meg. És azért nekem egy jó érzés. Valószínűleg a Színház és Filmművészeti Egyetemen töltött évek, és a szakmában eltöltött közel 40 év kényeztetett el, de én szeretem a kultúrált okos embereket, szeretem azokat az embereket, akik valamilyen területen jártassággal bírnak, szeretem az igényes embereket, szeretem a stílusos embereket, és hál' Istennek ez a szentendrei közönségről is elmondható. Ez egy okos, stílusos, kultúrált, igényes közönség, és ilyen közösségnek élmény színházat csinálni. Úgyhogy összességében véve én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy itt lehettem 5 évig, és én azt gondolom, hogy bízom benne, hogy további szép 50 évek állnak még itt a Szentendrei Teátrum előtt. Még egy kicsit, hogyha visszatekintünk, vannak-e, vagy visszatekintesz, vannak-e olyan emlékeid, olyan különleges emlékeid, amik boldogsággal töltenek el, akár egy előadás, akár egy előadásnak egy mondata, amire szívesen emlékszel vissza, ami úgy megragad benned? Én ilyen nagyon-nagyon hálás közönség vagyok. És nagyon-nagyon szeretem, amikor a munkatársaim, a kollégák, a színész kollégák komolyan veszik, amit csinálnak. Itt mindig ebben volt részem. Úgyhogy nekem nagyon-nagyon erős előadáselmények kötődnek ehhez az 5 évhez. Az itteni bemutatók izgalma, a főpróbák, a megnézések izgalma, az utolsó hétnek a fantasztikus fejlődési ívei, tehát amikor a főpróba hét elkezdődött, és hogy honnan jutottunk el hétfőtől péntekig, azok nagyon-nagyon izgalmas időszakok voltak. Nagyon-nagyon szép emlékeim kötődnek munkatársaimhoz, közvetlen munkatársaimhoz, akikkel nagyon szerettem együtt dolgozni, előző ügyvezető társamhoz, Solymosi Helénához, közvetlen munkatársaimhoz, Kis Zsuzsához, Széles Nórához, és mindenkihez, aki a teátrum munkáját segítette, műszaki munkatársak, Herceg Ábel, nem kezdek neveket sorolni, mert elkezdtem neveket sorolni, de hát nem tudom befejezni, mert az tényleg végtelen lenne. Nagyon-nagyon jó csapat volt itt Szentendrén, aki a teátrumi előadások létrejöttén és megvalósulása körül bábáskodott.
Úgyhogy ez nagyon szép emlék. És még egyszer mondom, a szentendrei közönséggel való találkozás. Egyszer egy vendégelőadás, Nagy Dániel Viktornak a Leszámolás velem, Rába Roland rendezte monodrámája után voltam fültanúja egy beszélgetésnek ott a Kossuth utcán a Ferenci Múzeum előtt, és az úgy szólt, hogy hát ez egy fantasztikus előadás volt. Két házas pár beszélgetett, látnivalólag szentendreiek voltak, nem kocsival érkeztek, gyalog jöttek, és én vártam valakire, és ott pont mellettem, tehát nem akartam kihallgatni őket, de hát óhatatlanul hallottam, hogy hú, ez egy fantasztikus előadás volt, úristen, pedig azért nem egy könnyen fogyasztható előadás. Nagyon-nagyon karcos témáról szólt. Ez elképesztő volt. Úristen, de jó, hogy ezt láttuk. És ti az operát mikor néztétek? Pénteken vagy vasárnap mentek? És amikor azt láttam, hogy egy mély szegénységből, alkoholista családból kitörni készülő meleg fiú életét fölmutató monodráma, és egy Rossini opera egyaránt érdekli a szentendreieket, akkor úgy gondoltam, hogy itt elég széles a paletta, amire igény van, és ez nagyon, nagyon jó élményeket adott, nagyon nagy izgalmakat hozott a színház történeti kutatás maga is. Ez is nagyon nagy élmény volt rétegekről rétegekre fölfejteni, hogy ez hogy is volt, aha élményeket visszaigazolni, tulajdonképpen ilyen legendaszerű toposzokat megcáfolni, vagy körbejárni jobban, és látni, hogy ó, az nem pont úgy volt, mindenki azt beszéli, hogy de a valóság ezzel szemben az, hogy rengeteg élmény, hát 5 év alatt azért sok minden fölhalmozódik, főleg egy ilyen kulturált városban. Hát egy korszak tulajdonképpen. Igen. De hát, ha egy korszak lezárul, akkor indul egy új, és arra lennék kíváncsi, hogy a te életedben mit tartogat a jövő. Most egy nagy pihenés jön, vagy színházi előadások, színjátszásba mész, visszatérsz vissza. Mik a tervek? Hát pihenés a mi szakmánkban nem nagyon tud jönni, mert ha valaki elkezd pihenni, akkor azutána nem tudja a szakmáját gyakorolni. Igen, hát hál' Istennek úgy néz ki, hogy nyáron újraindul a színházi élet. Már a felújító próbák egy része már kitűztük. Már előadási időpontokat egyeztetünk, úgyhogy a repertoára lévő előadásokat felújítjuk, és új bemutatók is küszöbön állnak, tehát júniusban már lesz egy bemutatónk, ami majd itt később Szentendrén is remélhetőleg megmutatkozik. Aztán már jövő évadra felkéréseim vannak, úgyhogy színészként dolgozom továbbra is. Belekezdtem egy tanulási folyamatba, szeretnék ennek a végére járni. Úgy látszik, ilyen örök diák vagyok. És ez egy kicsit olyan rébuszos. Miről szól ez pontosan? Elténkeztem bele egy doktori képzésbe, és ennek szeretnék a végére járni, hogyha jó Isten is megsegít, és hogyha tényleg képes leszek összehozni azokat a dolgokat, amik itt elvártak. Úgyhogy szeretnék kutatni, szeretnék egy picit okosodni, még többet tudni erről a szakmáról, és természetesen szeretném továbbra is gyakorolni ezt a szakmát. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hogy beszélgettünk. Még egy utolsó kérdés, mit üzennél az utódodnak? Hát neki hál' Istennek vagyunk olyan viszonyban, hogy nem a tévéképernyőkön keresztül kell neki üzenni. Nagyon-nagyon régóta jó barátok vagyunk, és nagyon szoros munkakapcsolatban is voltunk hosszú-hosszú éveken keresztül. Én azt gondolom, hogy Lőrinczi Gyuri nem szorul rá az én üzeneteimre. Én szinte biztos vagyok benne, hogy az ő vezetésével egy nagyon-nagyon szép időszak előtt áll a Szentendrei Teátrum, úgyhogy ha valakinek üzennék, akkor nem neki üzennék, hanem a szentendrei nézőknek, hogy szeressék továbbra is a színházat, és szeressék továbbra is azt a vezetőt, aki nagyon nagy lelkesedéssel és nagyon komoly tervekkel vág neki ennek a feladatnak, ennek az utánam következő 5 évnek. És én azt gondolom, hogy nagyon jó kezekben lesznek a szentendrei nézők, hiszen olyan kínálatban lesz részük, ami elég szép, és még én is irigylem egy kicsit. Hát akkor ez a tökéletes végszó. Köszönöm szépen tényleg, hogy megtiszteltél azzal, hogy meséltél nekem az elmúlt 5 évről. Én köszönöm, hogy itt lehettem.
És hát nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked a továbbiakban. Köszönöm szépen. Önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Jövő héten hétfőn ismét találkozunk, akkor Lőrinci György lesz a vendégem. Viszontlátásra!